ingatlan eseppé nyolc után. A klasszikus operett slágereket hallgathatták, és akár énekelhették is a művésznővel együtt az idősek otthonának lakói. A műsor nagyon népszerű az intézményben, még volt, aki táncra is perdült Palotás Ágnessel. Az idősek szívesen vesznek részt az ünnepi programokon. Szerintem nagyon örül neki mindenki, minden lakótársa. Legalább egy kis szint hoznak ebbe a szürke életünkbe. Már én ugye az öregségre, meg az otthonra gondolok. A karácsonyi ünnepségen Vozár Péterné köszöntötte a megjelenteket. Az önkormányzati képviselő az idősügyi tanács képviseletében elmondta, hogy nagy öröm, hogy az egyesített szociális intézménnyel szoros kapcsolatot tudnak ápolni. A közösség és a találkozás örömének nevezte ezt az eseményt Tál Zoltán plébános, aki szintén üdvözölte az idős otthon lakóit. Karácsony előtt számos programmal kedveskedik lakóinak az egyesített szociális intézmény. Hagyomány van nálunk, hogy az egész adventi időszak ünnepről szól, tehát több olyan középiskolát, általános iskolásokat látunk már vendégül ezekben az adventi hetekben, akik különböző műsorokat adtak, és hát az is hagyomány nálunk már, hogy ilyenkor az utolsó napokban egy nagy karácsonnyal készülünk. Az ESZI idősek otthona mindig teltházzal működik, 70 fő él itt mindennapjait. Az itt működő idősek klubjának pedig 20-25 rendszeres látogatója van. Az intézmény egész évben igyekszik programokkal szolgálni a szépkorúaknak.